Metszettek, kapáltak, gerebjéztek, és néhol még a láncfűrészre is szükség volt hétvégén a református egyházközség által meghirdetett temetőtakarításon. A református öreg temetőbe várták mindazokat, akik tenni szerettek volna a temető környezetének szépítéséért. A temető fenntartását végző gyülekezet évente többször is tartott hasonló akciókat, tavaly már a lakosság bevonásával. Tavaly ősszel az alpolgármester asszony részéről érkezett a kezdeményezés, hogy szélesítsük ki ezt a munkálatot, és hívjuk meg a város polgárait is, és mindazokat, akik szívesen részt vesznek ebben a munkában, hogy ők is hozzájárulhassanak. Így tehát 2023. szeptember 15-én volt először egy ilyen közös temetőtakarításunk, amely nagyon sikeresnek bizonyult, várakozáson felüli eredményeket sikerült elérni, és ennek a folytatásának szántuk ezt a mai alkalmat. A református egyházközség tagjai mellett természetesen sokan mások is részt vettek a temetőtakarításban. Civil szervezetek, az önkormányzat munkatársai mellett magánemberek is kerti eszközt ragadtak, hogy együtt tegyenek környezetük szépítéséért. Az egyház a felhívással is pozitív példát szeretne mutatni. Mi egyházként azt a küldetésünket ismerjük, hogy Isten arra hívott bennünket, hogy példamutató életet éljünk, és hogy egy pozitív példa legyünk a társadalom számára. Sajnos a temető vonatkozásában nagyobb ez a feladat, amelyik ránk hárul, mint amit el tudnánk végezni. Így kényszerűen mások segítségét is kérjük, de úgy gondolom, hogy elő kell járjunk a példamutatásban is. Mindazokon a sírokon keresztül, amiket mi most rendbe teszünk, ezek többnyire gazdátlan sírok, vagy nem többnyire, nem mindannyian gazdátlan sírok. Ezeken keresztül reméljük, hogy motiválni tudjuk azokat is, akiknek itt vannak a sírék, és talán épp azért nem tudták megfelelő szinten karbantartani a síréket, mert a mellette levő sír miatt nem tudták megfelelően megközelíteni. Tehát szeretnénk megteremteni a lehetőséget és példát adni számukra erre a munkára. Az zöld hulladék elszállításáról a református egyházközség gondoskodott. A temetőtakarítás várhatóan a jövőben is folytatódni fog.